Köszöntöm a nézőket, eljöttünk ide Hajdúszoboszlóra. Egy felszámolási eljárásnak járunk utána. Itt a mögöttem látható, jelenlegi néven Hotel Aqua Blue felszámolási eljárásával kapcsolatban keresett meg minket egy család, hogy elég sok jogi nonsens információ jutott el hozzájuk, és nagyon sok aggályos dolgot találnak az ügyben. És mivel a Mi Hazánk mozgalom fontosnak tartja a végrehajtások és a pénzügyi rendszer mellett a felszámolókkal kapcsolatos reformot is, ezért jöttünk el ide, és akkor hallgassuk meg most a család problémáját, aminek egyébként előjáróban annyit elmondanék, hogy meglátásom szerint a legkétségesebb szegmense az az, hogy ez az ingatlan, ami itt mögöttünk áll, az meglehetősen nagy érték aránytalanságon ment át, és nagyon alacsony áron kelt el, és de a továbbiakat akkor hallgassuk meg a család részéről. Ha járjuk körbe ezt az egész felszámolási eljárást a részleteibe, hogy az előttem ülő családnak a elég nagy vagyona, ugye ingatlan vagyonát, hogy veszíthette el egy vélhetően több szempontból és több pontból kifogásolható felszámolási eljárás. Ugye ez a érintett hotel egy frekventált helyen helyezkedik el itt Hajdúszoboszlón, és meglehetősen nagy hasznos területtel is rendelkezik. Említésre méltó, ugye, hogy ez az egész ingatlan ugye felújítás után került felszámolási eljárás alá, hogy meglehetősen magas értékkel bírt ez az ingatlan, de akkor beszéljenek is inkább az érintett illetők, hogy pontosan mikor is kezdődött ez a felszámolási eljárás, és mit éreztek mondjuk jogtalannak, tényleg a kezdet-kezdetén, amikor megkapták ezt a felszámolási dokumentumot. 2016. december 16-án végeződött az eljárás, akkor vált jogerőssé, és 2017 áprilistól a férjem kivette bérbe, mint magánvállalkozó ezt a szállodát, és 2018 március 20-ig üzemeltettük mi. Akkor a felszámoló biztos hozott egy üzemeltetőt, és egyik percről másikra elvették tőlünk az üzemeltetést. Attól kezdve a szállodának az állogát abszolút növelték meg, egy napról napra rontották lefele, azért, hogy minél kevesebbet érjen. Így a felszámolás következőleg teljesen rombolásá vált az egész épület, sőt, voltak is dolgozók, akik mondták, hogy a volt a céljuk, hogy nem kell venni semmit, hanem egyik helyről másikra a gépészeteket át kell szerelni, és hagy romoljon az épület áloga. Ha lehet, minél kevesebb értékű nyilván. Igen, minél kevesebbet érjen. Miből eredt egyébként ez a felszámolás, ezt mikor tudták meg, mert ugye körül is van egy elég érdekes információ, hogy itt vannak évben elcsúszások, ugyebár, hogy nem is tudták konkrétan, hogy miért is. Igen, 2020 júniusában tudtuk meg, mikor az ügyvédünk kikért minden írott anyagot a felszámolási bíróságról, és akkor szembesültünk azzal, hogy van egy szerződés módosítás. Ezt a szerződés módosítást gondolkoztunk, és eszünkbe jutott, hogy mi ezt abszolút nem írhattuk alá. Mikor történhetett ez a szerződés módosítás? Igen, ez a szerződés módosítás 2013. július 26-án történt. De körül a dátum körül van megint egy aggályos tényező, ugyebár, hogy... Igen, mert akkor elővettük a záró jelentéseit a férjemnek, és egy az egybe vissza tudtunk emlékezni, hogy akkor a férjem 2013. június 17-től 2017. augusztus 6-ig a Honvéd, 16-ig a Honvéd Kórházba tartózkodott. 2013. augusztus 6-ig. 16 augusztus 16-ig. Szóval úgy történt egy szerződés módosítás, ugye itt, hogy sem a helyi nem stimmel, mert ugye, ha jól tudom, Hajdúszoboszlóval keltezésnél feltüntetve, és ugye az édesapja, ugyebár ugye Budapesten tartózkodott egy kórházban, így már alapvetően is kivitelezhetetlen lehetne ez a szerződés.
És ugye ebből fakad akkor maga ez az egész eljárás. Igen, ez a felszámolás megalapozó okirat. Ugye a felszámolási kérelem és mellékleteit a főhitelező 14 augusztusában nyújtotta be. Ugye akkor még papíralapú volt az eljárás papíralapon, és ugye az is elég aggályos, hogy ezeket a felszámolási kérelem és mellékleteit minden csak fénymásolat formájában érhető el ugye a debreceni törvényszéken. És ezek, ugye mi ezt megkaptuk elektronikusan is 2020 júniusában, és ekkor találkoztunk ezzel a szerződés módosítással. Ezzel kapcsolatosan pert is indítottunk a fővárosi törvényszéken. Vagy mi lett az eredménye? Még folyamatban van. Egyébként szakértő kirendelés már történt. A szakértő azt állapította meg mindennek ellenére, hogy mi hárman írtunk alá ezt a szerződésmódosítást, ami ugye alapjában ugye a perbeli adókkal tehát teljesen ellentétben áll, mivel hogy már az előbb ugye elhangzott, hogy akkor édesapám életveszélyes állapotban volt kórházban. Egyébként ugye mi, ami a felszámolási kérelm és mellékleteiben fellelhető másolatnak kértük az eredetiét, és ugye az ellenérdekű fél becsatolt egy eredetinek vallott, amire ugye elkészült a szakértői vélemény is, az nyilván szemmel láthatóan, hogy eltér attól a fénymásolattól. Egyébként több az aggály ugye a szakértői véleménnyel kapcsolatban is, álláspontunk szerint. És ugye a mi szakértőnk szerint is, mert nekünk is van egy kriminalisztikai irányszakértőnk, ő ugye a szakmai szempontból segített nekünk ugye az észrevételben. Ugye ez a per folyamatban van, ugye ebben még nem döntött a bíróság, most ugye akik az okiraton szerepelnek, ugye tanúk, ugye most lesz majd a tanúk meghallgatása a per keretében. Hát ugye akkor ez az egyik nagyobb alappillére magának a felszámolási eljárásnak a vizsgálatának, hogy ugye mit tartanak aggályosnak, de ugye felmerül még egy nagyon nagy probléma is, ugye amivel pont a vagyoni kárt okozhatták önöknek, ugye ez a felszámolási vagyont értelmez alatt, ugye ez a hotel, amiben most is itt beszélünk. Hogy ennek a értéke mekkora lehetett, vagy mi kiállapította meg, ez pontosan mekkora kárt okozhatott önöknek? A felszámolás ugye kezdetekor, ugye 17 januárjában a felszámoló szervezet, akkori felszámoló biztosa megbízott egy szakértőt, aki 1,4 milliárd forintot állapított meg. Egyebekben, ugye amikor még a felszámolási eljárás nem volt jogerős, tehát 16 szeptemberében, ugye ez egy takarékbankos tehát hitel volt, és a takarékbanknak az igazságügyi szakértője 1 milliárd 710 millióra értékelte, nyilván ahogy a felszámolási eljárás jogerős lett, 1 milliárd 4, de nyilván ez elfogadható ugye a likvidációs érték miatt. Ugye, akkor ezt az 1 milliárd 4-et ezt végül is elfogadják, mint az ingatlan valódi értéke. Igen. Most egyébként mennyit érhetne ez az ingatlan? Hogyha olyan állapotban lenne, mint a felszámolási eljárás előtt mondjuk. Hát 1 milliárd 800 millió forint körül biztosan. És ugye itt az felszámolási eljárásban ugye az értékesítésekkel kapcsolatban is ugye aggályok merültek fel. Háromszor volt hirdetve teljes áron 1 milliárd 400 millión, egyszer meg volt hirdetve 70%-os értéken 980 millión, de ugye azt a felszámoló szervezet saját hatáskörében érvénytelenítette. Nem jelent meg újra még egyszer ugye ezen az áron értékesítésen, majd 770 millió forint értéken 55%-on. Ez is visszavonásra került, és majd tehát közelebben az időszakban történt a felszámoló szervezeten belül egy felszámoló biztos váltás, és a mostani jelenlegi felszámolónk úgyis, ugye 19 áprilisában már ez, ő is megbízott értékbeszélőket, ők 385 millióra értékelték ezt az ingatlant. Majd ugye ez felrakta ugye a felszámoló az eljárásba. Lényegében itt két év alatt
De majdnem 1 milliárd forintot csökkent. Igen. Elvileg. Igen. Igen, az ingatlan értéke. Igen. Hát ez is elég érdekes, hogy azért két év alatt, hogyha nem is használják, vagy bármi egy év van, akkor igen, csökkenhet ennyit. Igen. És végül mennyiért kelt el akkor ez a... Akkor 19 nyáron megvette egy egyházi szervezet, 486.250.000 forintért, majd ugye ezt megtámadtuk, ezt a szerződést, ez felbontásra került még a szeptemberében. Majd utána ugye mi több kifogásolási eljárást is indítottunk, mert folyamatban volt ugye az értékbeslésre vonatkozóan, hogy a felszámolási bíróságon. A felszámolási bíróság kirendelt egy szakértőt ugye az ingatlan megállapítása, ingatlan értékének megállapítása véget, és az a szakértő 450 millió plusz áfa likvidációs értéket állapított meg, itt 508 millió forint plusz áfa piaci értéket. Ugye itt ezért, ez azért aggályos, mert nyilván vagy a szakértői véleménye van probléma, vagy valójában akkor ugye itt az épületben 1 milliárd forint kár keletkezett. Sőt, még a felszámoló asszony megkérdezte a szakértő urat, hogy adhatnak be hibalistát. A szakértő azt mondta, igenis adhatnak be hibalistát. Csináltak is egy hibalistát, amit körülbelül 2 hét múlva küldtek el a szakértőnek. A szakértő nem győződött meg erről, hogy ténylegesen való ez, amit hibalistával leírtak. Mi annak idején ezt a hibalistát már hozzá tudtunk jutni, elküldtünk Budapestre, ott csináltak egy megállapítást, amit akkor megállapítása 300 millió forinti feletti kárt állapítottak meg. És azon csodálkozom, hogy ezt nem vette észre a bíróság sem, nem vette észre a felszámoló sem, nem vette észre maga a értékbeslő sem. Az értékbeslőnek nem volt jogos hitványa ahhoz, hogy műszaki állapotot állapítson meg, neki hozni kellett volna egy olyan műszaki ember, aki a műszakilag a gépészettel tisztában van, meg jogosítványa van rá. És ezt a bíróság engedélyezte, és mindenki jóvá hagyott. Egyébként ezzel a szakértő ellen ugye fegyelmi eljárást indítottunk, ami ugye most is folyamatban van. Igen, folyamatban van. Ugye 2020 márciusában egy követeléskezelő cégnek engedélyezte a Takarékbank ugye ezt a követelést. Ugye ők szerezték most meg beszámítása 2021. szeptember 30-ai keltezéssel az ingatlan tulajdonjogát. Ezt mi 2021. decemberében jutott tudomásunkra, ezt mi meg is támadtuk, tehát ez a per is folyamatban van, mert per felvételre alkalmasnak találta a fővárosi törvényszék. A követeléskezelő ellen akkor? Igen. Igen, mert perbe hívtuk nyilván a cégnek, ugye a cég képviseletében ugye a felszámolót. És egyébként több polgári eljárásunk is van folyamatban, ugye mi ennek tehát hitelnek, ez 2 hitel volt egyébként a cégnek, mi készfizető kezesei vagyunk, mindeközben ugye, ahogy ment a felszámolási eljárás, ugye a végrehajtási eljárást is foganatosították velünk szemben, és ugye mi pert indítottunk végrehajtás megszüntetése és korlátozása miatt, ugye pont ugyanebből a követelésből adódóan, mert ugye itt menet közben ugye kiderült 2020 júniusában ez a módosítás, nyilván ez érintette az elszámolást, a hitelek elszámolást, mindent. Ez a per 2020 novemberében indult, és a mai napig nem adott ki a Takarékbank bankszámla kivonatokat. Egy hölgytől, aki a Takarékbanknál a kis cégjegyzékre jogosult, egy ideig kaptunk részadatokat, de a hölgytől elvették az ügyet, és ugye nincs meg teljes körűen az összes anyag, és ugye ezért nem tudjuk teljesen leszakértőztetni, de már a részadatokból megállapítható, hogy a cégnek a Takarékbankos elszűrő Széchenyi kártyájánál... Ez mikor történt, vagy mikor ez a... 2010-es, ez 2010-es 25 millió Széchenyi kártya, és úgy néz ki, hogy véletlenül visszaélés történhetett, mert a 25 milliós hitelkeretből 13 millió 230 ezer forint nem történt lefolyósításra, és viszont tartozásként tartották nyilván.
És nem a takarékbank akkor ezt az összeget nem folyósította. Igen, elég jó, hogy nézben. Igen, igen. Bérletően. Igen. Dokumentumokból. Igen. És várható egyébként, hogy ezeket a dokumentumokat teljes egészében láthatják, hogy ezek megszűntek létezni? Nem tudjuk. Vagy nem akarják kiadni? Hát úgy nem. Szerintem nem akarják kiadni, mert az is mutatja, hogy a felszámoló megbízta a Dunafaktor egyik emberét, hogy maga a felszámolásból leadott anyagokat vegye magához. Ezt nem tudjuk, hogy magához is vette, és le is nyilatkozta a jegyzőkönyvbe, hogy tételesen átvette, stb. És nem tudjuk, hogy a felszámolónak mikor jutott ez tudomás, vagy mikor került vissza hozzá. Ma a felszámoló a bíróságon nyilatkozta, hogy papír, irat kupacba kapta meg. Hát könyörgök, ha én átveszek egy anyagot, akkor ott minden rendben van. Hogy lehet abból irat kupac? Nyilvánvaló, ki lett válogatva, ez magától értető, mert a kivonatokat olyan úgy adták meg, hiányosan adták meg. Nincs benne az ében. Benne volt minden, mert az első felszámoló lenyilatkozta, mindent átvett. Sőt, ez az ember, aki elvitte, az is lenyilatkozta, hogy tételesen átvette. Ezért nem értjük, hogy most ki mond igazat, ki nem mond igazat. Meg hogy lehet az, hogy a felszámoló együtt van a bíróságon azokkal a személyekkel, akikkel mi perbe állunk, ők egy közös pert alkotnak. Hogy lehet ez? Pertársaságban vannak. Ezt is nem tudjuk, hogy lehet. Itt minden lehet ebből megyébe. Hát meg az országban is. Hát ezt nem tudom az országban. Én arról nem tudok nyilatkozni, én csak arról tudok nyilatkozni, ami itt velem történik. Persze nyilván. Hát ez elég sok anomáliát tartom, ez az ügy így a felvázoltak alapján, ugye? De... Igen, és ugye, hogy ez egy végrehajtás megszüntetés és korlátozási per, tehát tulajdonképpen ez egy soron kívüli eljárásnak kell lennie, és ugye nekünk elég aggályos az, hogy a bíróság nem tudom, nem észlelte esetlegesen, hogy ugye a feltehetően ítéltek azonosságban álló felek próbálják meghűsítani a bizonyításunk sikerességét, tehát ez szerintem nagyon aggályos ez a dolog. Nyilván próbáltuk beszerezni még a bankszámla kivonatot, még a takarékbank adatkezelőjének is, vagy adatvédelmi tisztviselőjének is írtunk. Azt mondták, hogy nem vagyunk rá jogosultak, különböző dolgokra hivatkoztak, de nyilvánvaló, hogy ez az ügy elfedésére irányul. Egyébként is a bíróság háromszor kérte, tehát a bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozóhatóságnak, tehát nyilvánvalóan ki kellett volna adnia, ugye jelen esetben a bíróságnak. Uh-huh. Még a mai napig nem történt meg. Nyilvánvalóan mindenféle eszközzel próbálnak ránk nyomást gyakorolni itt az ellenérdek. Ez mit jelent, vagy mit tapasztaltak egyébként az elmúlt időszakban? Hát most jelen esetben... Jött ide egy ember, nevet nem mondunk, és azt mondta, hogy másra megtörténhet, tehát az, hogy a lányomat elütik, őtet is elüthetik, mint az én lányomat, más lányt is, vagy kórházba kerülök, akkor nem biztos, hogy kijövök élve, meg ilyen fenyegetéséget kaptunk. Ezért annak idején, amikor megnyúlt az egész dolog, az első felszámolóra, én három kazettát kifűttem, három országba, nagyjából le vannak ezek írva, sőt utána még küldtem hármat, amikor ezek az események már történtek, hogy bármi történik a családommal, tudja más ország is ezt elővenni, és tudja prezentálni, hogy ebben az országban, jelen pillanatban, esetleg nem az országban, ebben a megyében mi történik, mert ez, ami történik, ez tiszta anarchia, és mindig csak a felszámolónak adnak igazat. Azért gondolom, mert a férje ügyész szólt, hogy ezért van ez, vagy nem ezért. Van büntető eljárásban is perünk, Folyamatban van perünk, nem, már több mint három év büntetőeljárás van, és több mint három éve folyik már, de erőre lépés nem nagyon történt még eddig benne. Visszatérve a felszámolás kezdetére, amikor beadta a takarék, akkor beadtak egy olyan papírt, ami fénymásolt volt, papír alapon kellett beadni, és nem volt közérkatban foglalva. Csak azt nem tudjuk, hogy lehet egy ilyet elfogadni. Nem tudjuk, hogy vélhetően valaki takargatnak akart ezzel, vagy nem tudjuk. És most hogy áll egyébként pontosan az ügyben? Hogyha jól tudom, hogy elvégrehajtás folyik önök ellen, de ez mire betül ki pontosan? Meg mi lehet a céljuk ezzel
azonnal kiállított végrehajtáson, mert ugye ez új dolog, ha jól tudom. Igen, itt is ugye, aki a felszámolási eljárásban ugye a fő, tehát főhitelező, ugye ő indította a tehát ő indított végrehajtási eljárást, ugye ez a szüleim ketten adósok. Ez egy, tehát ez egy olyan követelés volt, amit ehhez is engedményezéssel jutottak hozzá, és most ugye a felszámolás alatt álló cégben lévő üzletrészei, tehát a szüleimnek az üzletrészeit ugye próbálják megszerezni. Nyilván azért, hogy ott a felszámolásban ne tudjuk a jogainkat gyakorolni, és tulajdonképpen, mert mi úgy lakunk itt egy szívességi használat alapján, egy 2004-es taggyűlési határozatban foglalva, hogy ugye a cég biztosítja nekünk ugye itt az itt lakásunkat. Hatást. Igen. Semmi sem tűnt. Ez a dokumentum. Igen. Ugye a felszámoló nem találja az irat anyag közöttesát, mint a bankszámla kivonatot meg egy kiratokat sem. Hát hallhatták, hogy az előbb említett felszámolási eljárás keretében milyen problémák merültek fel a családdal, és vélhetőleg, hogy hogy forgatták ki egyébként különféle módszerekkel és eljárási hibákkal a családot a vagyonukból, a mögöttünk álló hotelből. Meglátásom szerint az ügyet a jövőben is nyomon fogjuk követni, és amennyiben tudunk, a nyilvánosságon kívül is segítséget nyújtunk a család részére a jövőben is. Ezen kívül ugyebár a kormány létrehozta a nagy szuperhatóságot, amiben a felszámolók is helyet kaptak, ugye nagyon sok újonnan kinevezett felszámoló biztos került a pozíciójába az elmúlt időszakban. Azt ugye tudni kell, hogy ezek a felszámolók azért elég háttérben tevékenykednek, nem olyan módon, mint mondjuk a végrehajtók, viszont hasonló tevékenységük van, és ahogy láthattuk, ugye az értékbecslésekkel és az ingatlan álverezésekkel itt is hatalmas problémák és vagyoni károkat is okozhatnak akár a felszámolók a jelenlegi törvények mentén, hogy még mindig az a határozott álláspontom, hogy a kormánynak nem szuperhatóságot kellene létrehozni, hanem igenis egy olyan szervezeteket, szervezetrendszert, akár a végrehajtókra, a felszámolókra is egyaránt, vagy a bíróságokra, amely egyébként számon kérhető, nyomon követhető és emberbarát, még akkor is, hogyha bármilyen okból kifolyólag végrehajtásra kerül a adós vagy a felszámolás alá kerülő cég mindössze.